Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 6-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Itt a választ a varázsló adja meg. Egy varázslatos kapcsolat, egy közeledés. És ezek az álmok, ezek a vágyak, minden olyan mesebeli és varázslatos. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, a választ itt ez a kártya mutatja. A háttérben ez az elefánt a múltját jelenti. Nehéz döntések, nehéz lépések, nagyon sok nehézség. Jelen pillanatban itt, ahogy ez a hölgy megpróbál mindent úgy kiegyensúlyozni, ez most az ő jelenlegi érzése. Fontos a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság, ez a harmónia. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ez a kulcs utal az ő önbizalmára, nagyon magabiztos. Valamit lezár, és valamit kinyit. Erről be fog számolni, mert ezzel a kulccsal egy ajtót le lehet zárni, vagy ki lehet nyitni. Ez utal a zárkózottságra, vagy a nyitottságára is. A napi kártya a koncentrációt mutatja. Itt az a fontos, hogy legyen egy cél, és az áll most a középpontban. Kettőtök között van ez a varázslatos kapcsolat, legyen ez most a központban, és bízzatok abban, ő megtalálja a belső nyugalmát, valamit le fog zárni, igen, de veletek szemben kinyílik itt egy ajtó, egy új lehetőség. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 8500. Most így év vége fele van egy kedvezmény, mégpedig egy születési horoszkópnak az elemzése, és egy évi horoszkóp, mi várható 2021-ben, a két horoszkóp díja, mint egy akció, 9000 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!